Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Rejtett kincsek jóslás. Ez a felvétel egy személyes jóslás Evelyn számára. Kedves Evelyn, üdvözöllek téged, ez a te videód, és itt megtekintjük a titkokat. Először a kártyáknál, utána áttérek az asztrológia területére. Ez a kép ott fent bal oldalon mutatja a jelenlegi helyzetedet. Egy férfi egy fehér lovon természetesen utal a nagy szerelmedre. De még valami érezhető ennél a képnél, ez az elismerés. Nem csak nála van ez a vágy, hogy megkapja ezt a dicséretet, vagy te tekints fel rá, hanem te is szeretnél elismerést kapni a környezetedben. Emiatt hajlamos vagy arra, hogy mindenkinek igent mondasz, vagy segítesz másoknak. De gondolj arra, nem az a fontos, hogy ki hogy vélekedik rólad, hanem az a fontos, hogy te légy magabiztos. És most megtekintjük a következő kártyát. Ezen a képen látható a te környezeted, és itt van a szerelem. Te és ő. Nem az a párkapcsolat, amit te élsz, hanem ez a férfi felbukkant a környezetedben, és ez a vonzalom, ez a szerelem érezhető. Én úgy mondanám, ő ad számodra erőt, és mivel ő is odafigyel rád, te is adsz számára erőt, adod számára a reményt, hogy lesz egy fordulat az életetekben, és ez lehet egy közös jövő érzelmekkel, mert a kelyhek szimbolizálják a víz elemét, és az mindig az érzelmekre utal. Ez a harmadik kártya. Utal a te gondolataidra és terveidre. Te keresel egy új irányt, egy lehetőséget. Szeretnéd kezedbe venni a dolgokat. Erre utal ez a bot a kezedben. A botok szimbolizálják a tűz elemét, és ez utal a te bátorságodra, a lelkesedésedre és a szenvedélyekre is. Ahogy a képen látható, te szeretnéd kezedbe venni a dolgokat. Melletted ott van bal oldalon ez a második bot, ami utal a te szerelmedre. És itt megvan köztetek ez a vágy, ez a testi kapcsolat. A hátad mögött van a harmadik bot, ami utal a jelenlegi párkapcsolatodra, és te eltekintesz tőle, hátat fordítasz neki, és ezt szeretnéd lezárni. Lehet, hogy vannak olyan gondolataid is, hogy kívánod azt, hogy ő is lezárhatná a párkapcsolatát. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kép ott fent jobb oldalon mutatja a te érzelmeidet. Te vagy itt a királynő, megvan nálad ez a büszke tartás, és mint királynő uralkodsz a tűz eleme felett. Mások így látnak téged, megvan az erőd, a bátorságod, és ami a szerelmet illeti, itt hat a tűz eleme. Ő is így lát téged, és ez utal a vágyakra és a szenvedélyekre, a testi kapcsolatra. És most megtekintjük a következő kártyát.
Itt ez a kép bal oldalon mutatja a titkokat. Oda kellene nézni, akkor is, ha ez minden olyan rejtett titok, de jó, ha ennek is tudatában vagy. Itt igazságtalanságokról van szó. Ez a férfi ott középen gazdag, ebből ad valamit. A második személy ezt elveszi. A harmadik, a negyedik odafigyel, de nem kap belőle semmit. Az azt jelenti, hogy itt vannak nálad mély fájdalmak, valami igazságtalanság történt az életedben. Lehet, hogy nem most a jelen pillanatban, hanem a múltadban. De vannak emberek, akik kihasználnak téged. És itt számodra az a fontos, hogy odafigyelj erre a gazdag férfire, mert ez szimbolizál téged, és mutatja a te értékeidet. Nem csak anyagiakról van szó, hanem belső értékekről is, és légy ezzel tudatában. Ne hagyd, hogy mások kihasználjanak téged. Tanulj meg nemet mondani, és mindazt birtokba kellene venni, ami vagy aki értékes számodra. És miért fontos ez neked, hogy ezt a titkot észrevedd, azt mutatja a következő kártya. Mint mindenki az életben szeretne boldog lenni, egy boldog párkapcsolatban élni, sikereket szeretne elérni, vagy a célokat, nálad is így van, és ez természetes. Ez a kártya mutatja is az új kezdetet, egy új párkapcsolatot. A 10-es szám erre utal. Itt ezen a képen láthatóak a kelyhek, ami a víz elemét tükrözi, tehát érzelmekről van szó. Az a kisbaba az lehet egy gyermek születése is, de van szimbolikus jelentése, és utal egy új kezdetre. Ez a te vágyad, ez a te álmod. De ha te feláldozod magadat másokért, akkor ez az álom nem tud megvalósulni. De ha odafigyelsz a rejtett kincsekre, hogy mások kihasználnak téged, akkor könnyebb lesz valamit lezárni az életben. És ez a második kép ott bal oldalon mutatja ezt az új kezdetet, a jövődet. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kép ott jobb oldalon számodra egy lelki üzenet. Mit súg a lelked számodra? Itt is a 10-es szám látható, ami utal egy új kezdetre, amikor egy új periódus kezdődik az életedben. Erre számíthatsz. De fontos, hogy állj fel. Itt voltak nehézségek, küzdelmek, fájdalmas emlékek, te fáradt vagy, kimerült, de szedd össze az erődet. Állj fel, és küzdj magadért, küzdj a szerelmedért. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kép ott jobb oldalon mutatja azt, hogy mi adja számodra a belső erőt. Ezek az értékek. A belső értéked is. Ne azt az egyetlen aranyérmét tekintsd, ahogy ez a kislány ott mutatja, ami ott a kezében van. Mert akkor félelmek lesznek. Félsz attól, hogy ezt is elveszíted. Ez az utolsó érem. Hanem figyelj oda, mi látható a háttérben. Ez a jövő. Ott van ebben az ablakban 4 érem. És az utal a biztonságra. Ott van a siker, a fény,
és ott vannak az értékek. Nem csak az anyagiak, hanem a belső értékek is. Te értékes vagy, és megérdemelted azt, hogy mindazt birtokba vedd, amit te kedvelsz, ami hozzád tartozik, ami téged boldoggá tesz. És ez a jövőd. Ezt kiépítheted, de félelmek nélkül. És most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kép itt lent bal oldalon utal a szerelmi életre, a szerelmedre, és itt feltehetjük a kérdést, hogy lesz-e ebből egy párkapcsolat. A választ megadja ez a varázsló, és azt közli veled, hogy kettőtök között megvan ez a varázslatos, mágikus, vonzó erő. Ez a te kisugárzásod, és ezzel hatsz rá is. És hogyan tovább, azt mutatja a következő kártya. Ezen a képen látható egy királynő, és ez a királynő uralkodik a levegő eleme felett, ami utal a könnyűségre, a döntésekre és a kommunikációra. Te vagy ez a királynő. A háttérben ez a szürke felhő utal a félelmekre, de a királynő ezzel a karttal elvágja ezeket a félelmeket. Az azt jelenti számodra, hogy tedd át magadat a bizonytalanságokon, a félelmeken, keresd vele a kapcsolatot, beszélgessetek, ő ezt nagyon értékeli, és később te fogsz döntéseket hozni, és ő követ téged. Most megtekintjük a következő kártyát. Ez a kép utal a munkahelyedre. Itt lesznek változások. Erre utal ez a torony. Lehet, hogy összeomlik valami, és lesz egy új kezdet. Azon kívül utalhat ez a torony arra is, hogy te a munkahelyeden fogva érzed magadat. Ez olyan számodra, mint egy labirintus, és keresel egy kiútat. A következő kártya mutatja a jövődet, vagy a jövőtöket. Ez a kehely olyan számodra, mint egy belső forrás. És itt látható, mint egy szökőkút a víz, ami utal az érzelmekre. Ez nem csak a szerelemre vonatkozik, hanem mutatja a te belső értékeidet is. Te segítőkész vagy, jóindulatú, megvan ez a forrásod, és megvan ez a kisugárzásod is. Azon kívül mutatja a tehetségedet, hogy te kreatív vagy, vagy érdekelnek a spirituális dolgok. Megvan nálad ez a forrás. Amit ez a kehely még szimbolizál, ezek a te érzelmeid, és belülről úgy érzed, le kellene zárni a múltat, hogy legyen egy jövőd. Hallgass az érzelmeidre. A kehely azt is szimbolizálja, hogy megvannak nálad az álmok, a vágyak, a remények, vannak kívánságok, és ez a kívánság megvalósul. És most áttérek az asztrológia területére. A horoszkópban van 12 életház. A 12. az jelenti a titkokat. És azt úgy tudod elképzelni. Abban a pillanatban, ahol és amikor te megszülettél, a szkorpión kelt fel a keleti határon.
Az indiai számítás szerint ez a te aszcendentusod. Ez mutatja a születésednek a pillanatát. Ez a jegy elkísér téged a születésedtől fogva az életed végéig, és kihat a külsődre, kihat a fellépésedre, kihat a személyiségedre, mások így látnak téged. A skorpión jegyénél a víz eleméről van szó, tehát érzelmekről, azon kívül a skorpión jegye utal testi kapcsolatokra is, megvan nálad ez a vonzó erő, és a férfiak így látnak téged, azon kívül mutatja azt is, hogy mennyire misztikus vagy, olyan titokzatos. Mielőtt te megszülettél, körülbelül egy órával azelőtt a mérleg jegye kelt fel a keleti határon. Az olyan közel volt a születési pillanatodhoz, de még te az anyukádnak a méhében voltál, még nem születtél meg, mégis olyan közel áll hozzád. És pontosan ez a 12-es életház. Kihat rád, közel van hozzád, de ez nem nyilvános, hanem olyan titokzatos. Ennek van egy előnye, mert itt vannak a rejtett titkok, nálad a mérleg jegyében, ami párkapcsolatra is utal, mert a mérleg jegye ezt szimbolizálja. A hátránya az, hogy így árnyékban van, és ezt napfényre kellene hozni. Tehát fontos számodra ezt átélni. A mérleg jegye felett Vénusz bolygó uralkodik. Tehát megtekintjük azt is, hol látható nálad Vénusz bolygó. Vénusz bolygó a te horoszkópodban az indiai számítás szerint az oroszlán jegyében van, a felső ponton a horoszkópon, ami a nyilvánosságra utal, de a munkahelyre is. Tehát itt van Vénusz bolygó, a szerelem bolygója, de mutatja a te kreatív munkádat is, a te fellépésedet, a nőiességedet, és ezt mások észreveszik, mert ez a 10-es életház, ez a felső pont, a horoszkópon utal a nyilvánosságra is. Amikor titkokról van szó, akkor megtekintjük a skorpión jegyét, mert ott vannak a rejtett titkok, nálad ez az aszcendentus, és ez kihat a fellépésedre, a személyiségedre. Az ő horoszkópjában nem tudom, hogy mi van a 12-es életházban, mert nem tudjuk azt, hogy hány órakor született. Viszont, ha én megtekintem az ő horoszkópjában a skorpión jegyét, nála itt van egy visszatekintő Vénusz bolygó, ami a szerelemre utal. És mivel Vénusz bolygó nála visszatekintő, mutatja a múltat, és itt vannak ilyen kármikus témák, sőt, az is lehetséges, hogy ti ismeritek egymást a korábbi életetekből, erre utal nála ez a visszatekintő Vénusz bolygó, és nálad a mérleg jegye a 12-es életházban, mert ez a titokzatos életház utal kármikus témákra is. Kedves Evelyn, így tudtam a titkokat nyilvánosságra hozni. Köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Denderrel. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!